Az elmúlt hét eleje óta Székesfehérváron edzőtáborozik az U18-as fiú kosárlabda válogatott keret. A két korábbi nyíregyházi edző, Ferenci Tamás és Horváth Imre munkáját erőnléti edzőként a szintén nyíregyházi Farkasinszki Gábor segíti. A játékosok között ott van a Nyíregyháza Blue Sharks három kosarasa, Fazekas Csaba, Mokánszki Máté és Farkas Dániel is. 18-as kerettel dolgozunk, 12 játékos fog utazni az Európa-bajnokságra. Sokszor azt mondom, hogy a tapasztalatom az, hogy az élet alakítja ki a keretet, betegségek, sérülések szoktak közbeszólni, úgymond az ideális keret kialakítása helyett is. Olyan játékosok is bekerülhetnek, akiket először azt gondoltuk, hogy valószínű, hogy ők lesznek a kiesők. Úgyhogy én ezt így megprognosztizálni nem szeretném, hogy ki lesz benne és ki nem. Mind a hármójuk előtt nyitva van a 12-es utazókeret kapuja. Sajnos Fazekas Csabi egy betegséggel kezdte ezt a hetet. Halójárat gyulladása volt, és emiatt csütörtökön hazautazott. Másik két játékos végigedzett a hetet, maximálisan elégedettek voltunk velük. Szerintem a hétvégén kellően el voltak fáradva, most kipihenték magukat, és a mai naptól pedig folytatjuk a közös munkát. Fazekas Csaba már a tavalyi szkopjai Európa-bajnokságon is ott volt az U18-as válogatottban. A kosaras reményei szerint az idei ebén meghatározó játékosa lesz majd a magyar csapatnak. Tavaly nagyon örültem, hogy sikerült bekerüljek a 12-es keretbe. Hát ez egy teljesen új csapat, és ugyanúgy ki kell vívnom a helyemet, úgy, mint egy évvel ezelőtt. Hát nyilván a többiek is, és a vezetőedző is elvárja, hogy nyilván domináljak, úgyhogy egy évvel ezelőtt sikerült bekerüljük a 98-osok közé. Hát igyekszem mindent megtenni ennek érdekében. A magyar válogatott keret július 22-ig a Székesfehérvári edzőközpontban készül, és ott játsza az edzőmeccseket is Ferenci Tamás együttese. Két hét múlva fogunk játszani a románokkal kettő mérkőzést, ezt követően érkeznek hozzánk a belgák, szintén kettő mérkőzés erejéig, kettő meccset játszunk a csehekkel, és az utolsó két mérkőzésünk pedig Anglia ellen lesz. Ami a felkészülés sajátosság az, hogy mind a 8 felkészülési mérkőzésünket Székesfehérváron fogjuk játszani, úgyhogy nem kell utaznunk. Abból a szempontból ennek az edzői stáb örül, hogy emiatt az utazások miatt nem maradnak el edzések, hanem még több gyakorlásra van lehetőségünk. Az érem másik oldala viszont az, hogy egy-egy ilyen külföldi túra, az utazások, idegen szállás, új szobatársak, tehát a csapatot jól épít és jó csapategységet alakít ki. Most megpróbáljuk ezeket mindig Székesfehérváron megvalósítani. Az Európa-bajnokságnak az észtországi Tallinn ad otthont. A magyarok a csoportmeccseken Horvátország, Fehér Oroszország, Grúzia, Bulgária és Izland ellen lépnek pályára.